Dövényi Zoltán professzorral, a Földrajzi és Földtudományi Intézet egyetemi tanárával beszélgetünk a természettudományi karon. Jó napot kívánok! Kedves csókolom! Amikor a kisgyermekeket megkérdezik, mik szeretnének lenni, hogyha nagyok lesznek, nem valószínű, hogy azt felelik, hogy geográfusok. Ön miként és hogyan lépett erre a pályára? Amikor engem nagygyerekként megkérdeztek, hogy mi akarok lenni, akkor sem azt mondtam, hogy geográfus. Amikor meg kisgyerekként megkérdeztek, akkor, amikor még egészen kicsi voltam, akkor azt mondtam, hogy mozdonyvezető. Ugye ez még a gőzmozdonyok korában volt, lenyűgöztek a gőzmozdonyok. Amikor egy kicsit nagyobb lettem, akkor meg azt mondtam, hogy gépészmérnök. Tetszett a szó egyébként, fogalmam sem volt, hogy mi az, hogy gépészmérnök, de ez így jól hangzott. És végül hogyan lett önből geográfus? Elég kacskaringós úton. Én somogyi gyerek vagyok, és belső Somogyban egy kis faluban, Nemesdéden nőttem fel, és Nemesdédről hagyományosan Csurgóra jártak középiskolába, úgyhogy én is mentem a többiekkel Csurgóra. Na, ott már körvonalazódott, hogy én nem mozdonyvezető, és nem is gépészmérnök akarok lenni, hanem történész. És hát én így készültem középiskolai éveim alatt, hogy történészi pályára lépek. Csak hát 60-as évek végén, még múlt században egészen más volt a képzési rend, akkor tanárszakosokat képeztek, azokból lettek a történészek, vagy a földrajzosok is, és hát a történelem szak mellé kellett választanom egy másik szakot is, egyetemre akartam menni. Hát kisebb ellenállás irányába a földrajzot választottam, mert a matematika az húzós lett volna, a nyelvhez nem volt kedvem, hát akkor legyen földrajz. És így jelentkeztem történelem földrajz szakra. Az akkori felsőoktatási viszonyokat azért jelzi, hogy abban az időben egész Magyarországon egyedül Debrecenben volt történelem földrajz szakos képzés, tehát én Csurgóról átlósan átszálltam az országot, és mentem Debrecenbe, amikor felvettek. Aztán úgy alakultak az egyetemi tanulmányaim, hogy az első két évben hát nem voltak igazán kiemelkedően jó történész oktatóim. Voltak persze, de egyfajta csalódás volt, és akkor elkezdtem más irányba kereskélni. És ez nem a földrajz lett a másik szakom, hanem a geológia, őslénytan, fosszilis, csiga és kagyló faunák. Én az első publikációimat is ilyen témakörben jelentettem meg. Tehát volt egy olyan időszak, amikor úgy nézett ki, hogy én akkor ilyen őslénytanos vagy geológus leszek, tehát se nem történész, se nem geográfus. És 5 éves koromban lett volna lehetőségem a Debrecen Egyetemen tanársegédként ott maradni a ásvány és közvetlen tanszéken, de akkor különböző okokból úgy gondoltam, hogy ez nem lenne jó megoldás. És akkor tűnt föl Tóth József professzor úr, aki több szempontból is elődöm volt itt a Földrajzi Intézetben, és neki akkor volt lehetőség 1973-ban, hogy egy földrajzi kutatócsoportot létrehozzon Békés Csabán. Ritkán adódó lehetősége volt, hogy teljesen szabad kezet kapott, hogy összeszedjen 4, 5 vagy 6 fiatal kollégát. És ő meghallgatott többünket ilyen országos tudományos diákkörön, engem is. Nem tudom, hogy miért választott ki, mert akkor én éppen egy őslénytani témát adtam elő a professzor úrhoz, ez nem áll túlságosan közel, de nyilván begyűjtötte az információkat, és így rakta össze 1973-ban ezt a csapatot. Na most hát a probléma az volt, hogy nekem igazán földrajzos múltam az egyetemen nem volt. Geológusi, őslénytani munkáim voltak, a professzor úr meg is mondta, hogy hát ezt el lehet felejteni, mert itt társadalom földrajzosra, meg gazdaság földrajzosra van szükség a Békés Csabai alföldi csoportnál. Hát mit mond az ifjúsága maga nagy képviségével? Hát nekem aztán oly mindegy, hogy mit kutatok, úgyis meg tudom csinálni. És aztán fokozatosan átálltam a társadalom földre. Ez egy nagyon érdekes dolog volt. Passzolt is a történelemhez, de néhány évig azért még csináltam ilyen talajtani, meg geokémiai vizsgálatokat is, de aztán fokozatosan kikoptam belőle. Mely városok határozták még meg munkásságának egyes állomásait, és hogyan került végül Pécsre? 1973-tól 1984-ig voltam Békés Csabán. Én most is azt mondom, hogy egész kutatói pályámat én el tudtam volna képzelni Békés Csabán. Tehát én azt mondom, hogy
nem csak Budapesten az aszfalton lehet kutatni. Különösen nem egy társadalomföldrajzosnak, vagy akár természeti földrajzosnak is. Tehát én Békés Csabán megtaláltam a kutatási témáimat, Alföld település hálózata, Alföld demográfiai problémái, általában az alföldi vagy vidéki térségek problémái, a akkori kandidátusi értekezésemet is egy nemzetközi témából csináltam, az akkor még létező NDK északi agrárterületei kisvárosa és a Magyar Alföld kisvárosainak összehasonlító vizsgálatából. Tehát én teljesen biztos vagyok benne, ha én ott maradok Békés Csabán, akkor ugyanúgy meg tudom szerezni az MTA doktora fokozatot, mint ahogyan máshonnan megszereztem. De hát aztán úgy alakult, hogy 1984-ben megalakult az MTA Regionális Kutatások Intézete Enyedi György vezetésével, és akkor az felborította az egész rendszert. Tóth professzor átjött Pécsre főigazgatóhelyettesnek ebbe a Regionális Kutatások Intézetébe. Egy ideig úgy nézett ki, hogy én is jövök vele, de hát aztán mindenféle problémák voltak, hát akkor itt lakáshoz jutni, feleségnek állást szerezni nem nagyon ment, és akkor végül is egy másik ajánlatot fogadtam el, hogy a MTA Földrajztudományi Kutatóintézete Budapesten levő központjába mentem. És Budapesten nem lett volna kedvem lakni, én nagyon nem szeretem a nagyvárost, én vidéki gyerek vagyok, és akkor végül Szentendrén telepedtem le. Az egy viszonylag jó hely, közel a fővároshoz, de mégis kívül, elérhető az ország más része is. Tehát én 1984-től ott voltam az Akadémia Földrajzi Kutatóintézetében, ott végeztem a kutatásaimat, ezek társadalomföldrajzi, városföldrajzi, népességföldrajzi kutatások voltak, és hát mondhatom azt, hogy jól éreztem magam, tehát egy akadémiai kutatóintézet azért nem rossz hely. De egy dolog azért egyre inkább zavart, nevezetesen, hogy egy akadémiai kutatóintézet az nekem túlságosan steril volt. Mentalitás kérdése, mert van egy csomó kollégám, aki úgy szereti az életét élni, hogy bemegy a kutatóintézetbe, magára zárja az ajtót, végzi a kutatásait, és őt ez kielégíti. Engem egy idő után ez nem elégített ki. Szerettem volna megpróbálni magam a felsőoktatásba is, és akkor itt ismét Tóth professzor úszik be a képbe. Ugye az ő pécsi pályája az úgy alakult, hogy egy idő után átkerült az egyetemre, lehetőséget kapott, hogy itt a természettudományi karon megszervezze a földrajzi intézetet. Ugye ez egy nagy feladat volt, mert Pécset korábban a főiskolán egy egyszerű, néhány fővel működő földrajzi tanszék volt, és ebből kellett egy országosan is mérhető és megfogható földrajzi intézetet szervezni. Most a professzor úr úgy gondolta, hogy csak helyi erőkre támaszkodva ez rövid idő alatt nyilván nem megy, ahhoz meg, hogy fölnőjön egy újabb generáció, hosszú idő kellett volna. Tehát ő azt a megoldást választotta, hogy körülnézett a szakmába, és főleg az Akadémia Földrajzi Kutatóintézetéből, de máshonnan meghívott oktatókat, hogy bizonyos órákat vagy kurzusokat tartsanak. Így kerültem én ide már a 90-es évek elején, tehát elsők között, másokkal együtt. Első időben nem sok feladatom volt, azt lehet mondani, hát címzet és egyetemi docensként hát tartottam néhány kurzust, azt is úgy összevontam, tehát én nem voltam rendszeresen itt Pécset, de itt voltam. Aztán úgy fokozatosan eszkalálódott a helyzet, hogy egyre több feladatot kaptam, kineveztek egyetemi tanárnak is, itt habilitáltam, ez a 90-es évek végén volt, és hát ez nyilván azt jelentette, hogy egyre többet el is vártak tőlem. És aztán egy idő után úgy alakult, amikor Tóth professzor utódaként a Földrajzi Intézet igazgatója lettem, de párhuzamosan még ott voltam az Akadémia Földrajzi Kutatóintézetében is. Hát akkor heti rendszerességgel és heti 2-3 napot nyilván itt kellett lennem. És hát akkor bekerültem én is a úgynevezett intercity professzorok, fogalmazunk úgy, felemás módon megítélt kategóriájába. Úgyhogy én meglehetősen régóta heti rendszerességgel itt megjelenek Pécsett
Tehát, hogyha nekem a vasút valami külön díjat adna, legtöbbet vonaton utazó magyar állampolgár címért, hát akkor én itt valamit kaphatnék a MÁV-tól. Nem fáradtam bele Isten igazából ebbe a vonatozásba. Azt szoktam mondani, hogy lektori, opponensi tevékenységem jelentős része a vonathoz kötődik. Ugye a vonaton, ahol nem ráz olyan nagyon, ott lehet olvasni, írni, és tehát én sok mindent a vonaton meg tudok csinálni. És ez különösen fontos lett azután, hogy a doktoriskola vezetője lettem, ugyancsak Tóth professzor után természetesen 2010-ben, amikor minden benyújtott disszertációt a doktoriskolába nyilvánvalóan el kell olvasnom, még a védés előtt. Úgyhogy a vonatozás, főleg, hogy ilyen hosszú a menetidő, ez alkalmas arra, hogy ezeket a dolgozatokat, meg a hallgatóinknak a más anyagait átnézzem. Milyen tantárgyakat oktat jelenleg itt Pécsett a hallgatóknak? Ugye én most már Tóth professzort idézem, ilyen kezdő veterán leszek. Most már egy fokozatosan kimennek az órák alólam, mert ugye új tanrend lépett életbe tavaly. Hát amit ebbe a fél évben tanítok, az MST-seknek az a földrajztudomány története, a BRC-seknek pedig általános népesség és település földrajz. A tanév első fél évében tanítottam bevezetés a társadalomtudományba, ez egy ilyen intelligencia növelő előadás volt, az MST-seknek pedig szociálgeográfiát, ez elég sejtelmesen hangzik, ezek voltak, de korábbi években sok mindent tanítottam, Magyarország földrajzának, egy bizonyos részét társadalom földrajzát, akkor volt, amikor szociológiát is tartottam, tehát településföldrajzot, sok mindent a társadalom földrajzból, és én úgy gondolom, hogy egy egyetemi oktatónak kutya kötelessége időnként változtatni az előadásain, tehát hogy nem mindig 30 éven keresztül ugyanazokat a tantárgyakat adja elő, mert az azt jelenti, hogy beleszürkül, belefakul a dolgokba. Egyébként a német egyetemeken elvárás is, hogy a professzor időről időre frissítse a dolgait, hogy éppen mit ad elő. Én ezt fontosnak tartom, és ehhez amennyire azt a tanterv megengedte, tartottam is magam. Oktatási tevékenysége során mi volt az a szemlélet, amit mindig is át szeretett volna adni a hallgatóknak? Nyilván ez így nagyképűen hangzik, hogy nyitottságot a világra. Tehát, hogy ne legyenek szakbarbárok, az nem elég, hogyha a szűken vett tananyagot megtanulják, hanem próbálják egy kicsit följebbről látni a földrajzot. A föld az azért jó, mert egy közvetítő tudomány elég sok terület felé. Már eleve az, hogy a föld az egyik fele társadalomtudomány, a társadalom föld, az a másik fele meg természettudomány, a természeti földrajz. Ezt sokan nem értik egyébként, furcsán néznek ránk, hogy hát mit akarunk, mi döntsük már el, hogy akkor társadalomtudomány vagyunk, vagy természettudomány. Mi viszont így érezzük jól magunkat. Az, hogy a természetből és a társadalomból is látunk elég nagy részeket, és közvetíteni tudunk a társadalomtudomány és a természettudomány szférái között. És hát, hogy az a fölülről látás, amit próbálok a hallgatóimba beleplántálni, az azt is jelenti, hogy próbáljuk úgy nézni a világot, automatikusan is, tehát erre nem kell koncentrálni, hogy hát ha valamit földrajzi szempontból nézünk, akkor annak nézzük a egyéb vetületeit is, például irodalmi, művészeti, zenei és egyéb kapcsolódásokat. Úgyhogy én szoktam olyant is csinálni, és a hallgatók ennek örülnek, hogy ha mondjuk valami irodalmi vagy zenei dolog kapcsolódik éppen az előadás témájához, akkor fél vagy egy pontot lehet szerezni, hogyha tud valaki válaszolni a kérdésemre. Mondjak egy konkrét példát, hogy ez hogy zajlik. Hát amikor a nemzetközi vándorlásról volt szó a népesség földrajz keretében, és hát akkor ott a első világháború előtti Magyarországról Amerikába történő kiáramlásnál. Elmondok egy József Attila versort, ugye sok nagyurunk nem volt se resz, se kába, birtokát óvni ellenünk, és kitántorgott Amerikába 1,5 millió emberünk. Na mondom, aki megmondja a költőt, az kap, mit tudom, egy fél vagy egy pontot. És így össze lehet gyűjteni pontokat, amit a vizsgán beszámítok. Tehát elvileg, aki összeszed így egy pontot, az nem bukik meg.
de hát mindig a legjobb hallgatók szedik össze a pontokat nyilván, tehát általában föl sem használják, de van egy egészséges versengés a hallgatók között, hogy ki tud több pontot összeszedni. Tehát én próbálom szélesebben felfogni azt a tananyagot, amit leadok, és ezt a világra való nyitottságot, vagy hogy próbáljunk minél nagyobb műveltséget összeszedni, még a földrajz mellé, ezt én nagyon fontosnak tartom. Hogyan jellemezné publikációs tevékenységét, milyen eredményeket sikerült ezen a területen elérnie? A tudománymetria az Magyarországon, most megpróbálok visszafogottan nyilatkozni, túlságosan nagy szerepet kapott ahhoz képest, amennyit ér. Tehát úgy minősítik a kutatókat, hogy hány publikációja van, hány független idézete, mennyi a hírsindexe, mennyi az impaktfaktora, stb. Ott van a Magyar Tudományos Művek Tára, abba be kell írni mindenkinek a publikációit, akkor mindenféle táblázatok mutatják, hogy ki mit ért el. És akkor ez alapján döntenek sokszor kinevezések ügyében, tehát ki lehet egyetemi tanár, ki habilitálhat, akkor ki nyer el pályázatot, ki nem nyer el ösztöndíjakat. Most ennek van jelentősége, de ezt nem szabad abszolutizálni. Ez tulajdonképpen egy menekülő út, mert a számokra bízzák azt, amit igazából el kéne végeznünk nevezetesen, hogy merjük vállalni a kollégák mondjuk tudományos tevékenységének a minősítését. Ugye Tóth professzor ebből a szempontból is sajátos utat járt, hogy ügyet se vetett az ilyen tudománymetriai dolgokra. A munkatársai szerencsére összegyűjtötték ezeket az adatokat és fölvitték ebbe a MTMT-nek nevezett rendszerbe. Na most én azt mondom, hogy elégedett lehetek az ilyen tudománymetriai dolgaimmal. Nem szoktam annyira nézegetni, de valahol 250 körül tudományos publikáció van, akkor vagy 1300 független hivatkozás, ezek magasnak számítanak a társadalom földrajzban egyébként. Tehát ha bizonyítanom kellene, hogy én nem a lábamat lógattam kutatói pályafutásomat, akkor mondhatom ezeket a tudománymetriai adatokat. De igazából nem ez a lényeg, hanem az, hogy hallgatólagosan a kollégák mennyire ismerik el az ember teljesítményét. Hát ugye azért egymás szemtől pofában nem nagyon szoktuk dicsérni, de azért egy hallgatólagos hierarchia van minden tudományban, nem csak a földrajzban. Tehát, hogyha azt mondanánk a társadalom földrajzosoknak, hogy na akkor adja már meg a 10 legjobb társadalom földrajzos sorrendjét. Nagyon hasonló listák jönnének, abban teljesen biztos vagyok. Anélkül, hogy meg kéne nézni azt, hogy kinek hány publikációja van, kire hánya hivatkoztak. Ráadásul nem a darabszám dönti el a tudományos teljesítményt. Hát tudunk mondani a tudomány történetéből, és nem csak földrajzból, olyan embereket, akiknek alig néhány publikációja jelent meg, de ezekkel belőtték magukat az örökké valóságba. Szokták azt mondani, hogy hát mindenkinek lehet egyszer az életében csillagórája, amikor valami nagy dologra rájön. Ugye a társadalom földrajzban pedig van egy Walter Kristaller, a központi helyek elméletének a kidolgozója, aki egész életében 5-6 publikációt jelentetett meg, két világháború között meg a 1950-es években. Mégis az alapvető munkája, az a központi helyek elmélete, hát ez, amíg társadalom földrajz van, addig senki nem fogja elfelejteni. Most annyi publikációval, mint amit a Kristaller produkált, egy PhD védésre nem engednék oda az embereket. Tehát ebből látszik, hogy nem a darabszám a lényeges. Na most, amit én a magam kutatásából fontosnak tartok, hogy én nem ragadtam le egy témánál. A kutatóknak két alaptípusa van. Az egyik kiválaszt egy témát mondjuk egyetemi hallgató korába, indul egy szemináriumi dolgozattal, és akkor abból megcsinálja a PhD-t, abból habilitál, abból lesz nagy doktor. Egész életében ugyanazt a témát járta körül, más módszerekkel természetesen. Hát ez nyilván egy külön lelki világ, tehát én mondjuk nem tudnám elképzelni, hogy egész életemben mondjuk a kisvárosok problémáival foglalkozzak. Valaha foglalkoztam vele. Tehát én, és ez szerencsés, hogy ezt megtehettem, mindig azokkal a témákkal foglalkoztam, ami éppen értekelt. Tehát én igyekeztem minél szélesebb körbe végezni a kutatásaimat. Ha valami téma fölkeltette az érdeklődésem, akkor a többit félresöpörtem, ha lehetőségem volt rá, és akkor ezt csináltam.
Tehát azt jelenti, hogy sok irányba tudtam dolgozni, aminek van előnye meg hátránya is. A nagy hátránya az ilyen széles palettán dolgozásnak, hogy nehezebben jönnek össze a disszertációk. Mert aki egy témán dolgozik, az persze minden tanulmánya ugyanabba az irányba visz, 10-15 tanulmányból összerakja a nagy doktorit. Hát én nem tudtam összerakni annak idején így, tehát azért külön meg kellett küzdeni, de én így érzem jól magam. Hát mások is vannak így, akik szeretnek kalandozni ide-oda, és hát ahogyan öregszem, úgy egyre inkább azért a történelmi témák érdekelnek. Tehát én arra büszke vagyok, hogy nem felejtettem le a másik szakomat sem, történelmet sem, és hát egyre inkább a történeti föld az, ami érdekel. És hát ami még adatik nekem néhány év a kutatásra, hát akkor elsősorban ilyen történeti földrajzi munkákat, vagy ilyen kutatásokat szeretnék folytatni. És akkor már nyilván senki se szól bele, hogy akkor mi legyen az a kutatási téma, bár eddig se nagyon szóltak bele, és én ezt nagyon szerencsésnek tartom. Milyen konkrét kérdések foglalkoztatják ezen belül? Nagy súlyként nyomja a lelkemet, hogy még nagyon régen Tóth professzorral elkezdtünk egy nagy könyvet, a Magyarország népesség földrajza. Hol ő haladt lassabban, hol én. És hát professzor úr életében nem tudtunk a végére érni. Ugye én már több mint 5 éve meghalt, és akkor itt maradt nekem egy nagyon vastag kézirat, ami nincs befejezve. És hát nyilván, ahogy az idő telt, avultak az általa írt részek is, tehát át kellett néznem újra és frissíteni az általa írt részeket, plusz még a rámvárókat is. Most már csak másfél fejezet van hátra ebből, tehát nagyon remélem, hogy hát ebbe az évbe, ennek az évnek a végére kéziratot be tudom fejezni, és akkor ez könyv alakban is megjelenik. Tehát ezt mindenképpen meg akarom csinálni. Nem szeretném, ezt meg akarom, ezt meg kell csinálni. És hát ugye vannak különféle adósságaim, különböző folyóiratokhoz itt-ott, mert hát utóbbi időben azért eléggé rászoktam arra, hogy egy konferencián megtartom az előadást, és akkor utána azt nem írom meg tanulmány formájába. És a doktorandusainak mondom is, hogy ne az én példámat kövessék, hanem ha már tartanak egy előadást a konferencián, akkor azt írják is meg. Jó, hát nekik kell a publikáció is. Hát az, hogy nekem most 250 vagy 251 publikáció van, az aztán már teljesen mindegy. Tehát nekem már nincsen publikációs kényszerem. Ugye van egy ilyen hírhet mondat, hogy publikálni vagy meghalni. Ez érám már nyilván nem vonatkozik. De sajnos a tudománymetria említett vadhajtása, mert a fiatal doktoranduszokra ez sajnos még érvényes. Milyen kitüntetésekkel ismerték el eddigi munkásságát? Ez nem egy hosszú lista. Az első polgári kitüntetésemet azt most március 15-ére kaptam, az a tiszti keresztet, előtte nekem polgári kitüntetésem nem volt. Ugye van egy ilyen szarkasztikus mondás, hogy az embernek úgy kell élnie, hogy munkásságával ne hívja fel magára a kitüntetést osztogatók figyelmét. Ez nekem hosszú ideig sikerült. A tudományos kitüntetésem van néhány, most megkaptam az év elején a Pécsi Prince díj kitüntetést, és még korábban megosztott akadémiai díjat is kaptam. De Tudományos Akadémia földrajzi kutatóintézetében végzett tevékenységemért. Ha humorizálni akarnék, akkor azt mondanám, hogy vannak katonai kitüntetéseim is. Még a szocialista néphadseregben megkaptam az élenjáró katona és a kiváló katona kitüntetést. Ezeket én az életrajzomban természetesen föl szoktam tüntetni, hiszen ezeket a kitüntetéseket nem vonták vissza tőlem. Akkor azok érvényesek. Hogyan értékeli a mostani tiszti kereszt kitüntetést, amelyet átvehetett? Ilyenkor azt szokták mondani, hogy nagy megtiszteltetés, ez közhelyként kaphat, de ez valóban így van. Tehát ebből a tiszti keresztből, ahogy utána néztem, évente maximum 140-et adnak ki. Március 15-én, meg talán augusztus 20-án. Az ország népességszáma viszont ez nem túlságosan sok, azt hiszem. Mert ez a tiszti kereszt az, amit jelentős részben tudományos pályán működőknek szoktak adni, tehát amikor én is megkaptam ezt a kitüntetést, akkor jó néhányan ott egyetemi emberek vették át a tiszti keresztet, köztük volt egyetemi évfolyamtársam is, két néprajzos. Tehát azt jelenti, hogy korban is nyilván egy szinten voltunk, tehát ez egy életmű honorálása
azt lehet mondani. Tudományban kisebb mértékben talán a magas színvonalú művészeti teljesítményeket honorálják ezzel. Tehát én örülök, hogy megkaptam, és valóban megtiszteltetésnek veszem. Mi az, amire legszívesebben emlékszik a pécsi pályafutásából? Jó kérdés, mert hogy több minden is van, tehát egyet nem szeretnék kiemelni, illetve talán egyet. A Pécsi Egyetem adta meg nekem azt a lehetőséget, hogy a felsőoktatásban működhessek. Tehát amit említettem korábban, hogy nekem túlságosan steril volt az Akadémiai Kutatóintézet, hát nem is tudom, mi lett volna velem, ha nem oktathatok itt, nem tudom én, 20 éven keresztül valamelyik magyar felsőoktatási intézményben. Tanítgattam én az ELTE-n is, tehát pár éven keresztül tartottam szociálgeográfiát. A Szegedi Egyetemen is egyszer vészhelyzetben egy éven keresztül a földrajztudomány történetét előadtam. Egyedül az Alma Materemben, Debrecenben nem tanítottam. Az egyik kollégám megjegyzése szerint Debrecenben azért nem hívtak tanítani, mert ott ismertek ma hallgatóként, hogy ezzel lehet humorizálni, persze, van is benne valami, de igazából a nagy lehetőséget én Pécset kaptam meg, hogy egyetemi oktató is legyek. Így visszatekintve azt mondhatom, hogy minden tiszteletem a Magyar Tudományos Akadémiájé, de én valószínűleg jobban jártam volna, ha kezdettől fogva egyetemi ember vagyok. Nem azt mondom, hogy úgy, hogy ott maradok Debrecenben az ásvány és közvetleni tanszéken, de valamelyik egyetemen befutni a pályafutásomat. Egyetemen ugyanúgy lehet kutatni, mint egy kutatóintézetben, és az embernek van kedve előadásokat tartani, és nem csak kedve van, hanem én állítólag tudok is előadásokat tartani, akkor jobb az egyetem, mint a kutatóintézet. Így visszatekintve, akkor változtatná-e valamit szakmai pályafutásán? Azon kívül, hogy inkább egyetemi karriert futnék be, az, hogy mit kutassak, azt nem. Mert hogy, ahogyan említettem is, szinte mindig nagyon szabadon választhattam meg, hogy mit kutatok. Tehát ebből a szempontból majdnem mindegy lett volna, hogy most én a Debreceni Egyetemen vagyok, vagy a Budapestin, vagy itt. Érdeklődési körömnek megfelelő kutatási témákat mindenhol megtaláltam volna. Mit mondaná a mai fiataloknak, miért érdemes ezt a hivatást választani? Hát nem a pénzért. Mert az jó dolog, ha az ember tud. Én ezt igen nagyra becsülöm, nem csak a tudományban működők esetében, hanem a köznapi emberek is, ha törekszenek arra, hogy felszedjenek magukra műveltséget, vagy általános irányba, vagy pedig valamilyen szakirányba. Az egyetemre nagyon érdemes járni, mert még akkor is, ha valaki elkezd az egyetemet, de nem fejezi be, de mondjuk 2-3 szemesztert elvégez, én biztos vagyok benne, hogy most szarkasztikus megjegyzés lesz, hogy a koszon kívül más fontos dolgok is ragadnak rá. Ha az egyetemen valaki eltölt akár csak néhány fél évet, más emberként kerül ki, biztos vagyok benne, mint ahogyan ide bejött. Ha nem is szerez diplomát, akkor is föl tud venni egy más mentalitást, egy más látását a világnak, és ez a fiatal emberek jövője szempontjából nagyon fontos. És én azt is fontosnak tartom, hogy ha valaki egyetemre jár, akkor a szűk szakirányán vagy szakterületén kívül igyekezzen minél több irányba ismereteket szerezni. Az egyetem erre kiváló lehetőséget nyújt. Tehát aki földrajzot tanul, az ne csak a mi folyosóinknak a kövét tapossa, hanem igyekezzen az egyetem más részeire is eljutni, és igyekezzen minél több irányba tudással fölvértezni magát. Én a tudást igen nagyra becsülöm. És hol lehet a legjobban a tudást megszerezni? Természetesen ez az egyetem, a felsőoktatás. Úgyhogy én nem értek egyet azokkal a nézetekkel, amik politikusok időnként hangoztatnak, hogy nincs szükség itt ennyi diplomásra, ez a sok kaszakapa kerülő, ugye minősítenek így bennünket, jól képzett szakmunkást képezni, az az igazi. Mind a kettőre szükség van. De én úgy gondolom, hogy az egyetem kapuit azt nagyon szélesre kell tárni. Minél több ember próbálhassa meg. Igaz, hogy nem szerez mindenki diplomát, de ahogyan mondtam, az nem múlik el az ember fölül nyomtalanul, hogy egyetemre járt. Az később sokkal jobban képezhető lesz, lehet, hogy 10 év után meggondolja magát, és visszajön az egyetemre. Ahogyan mondani szokták,
Hát akinek diplomája van, annak a söprés másként áll a kezébe. És ez szerintem így van. Ugye én annak idején a szocialista érába jártam egyetemre, amikor nagyon szűkre szabták a lehetőségeket. És időnként eszembe jut, és akkor rossz kedvű leszek, ha eszembe jutnak azok a gimnázium osztálytársaim, akiknek nem volt lehetősége tovább tanulni, holott a képességeik és az akaratuk megvolt. Ezt nem szabad még egyszer megcsinálni. Én azért azt mondom, hogy minél több embert föl kell venni egyetemre, elkezdeni a képzésüket. Ez ugyan pénzben nem fejezhető ki, ez a haszon, de hosszú távon biztos, hogy hasznos. Mit javasolna a fiatal kutatóknak, mire érdemes odafigyelniük? Arra, hogy minél szélesebb körben képezzék ki magukat a kutatási területükön, és merjenek bátran új kutatási témákhoz nyúlni. Az nem viszi előre a tudományt, hogyha ugyanazt a témát csócsálja a PhD hallgató is, mint mondjuk a témavezetője. Nyilván azért kell valamilyen összefüggésnek lenni, de nem mindig. A tudományban biztos, hogy nem hasznos az, hogyha mindenki a már kitaposott úton akar járni. Akkor az út egyre mélyebb lesz, de nem lesz színvonalasabb. Vállalni kell a kockázatot. Tehát nyugodtan el lehet merészkedni olyan területekre, ahol korábban mások nem voltak, vagy nem értek el igazán eredményeket, próbáljuk meg magunkat. Nem biztos, hogy sikeresek leszünk, de én egyetértek azzal az amerikai mentalitással, hogy nem az a bukás, hogyha egy célt nem tudunk megvalósítani, hanem az a bukás, hogyha nem eléggé nagy célokat tűzünk magunk el, és a kutatásban ez érvényes. Merjünk nagy célokat kitűzni, és azt próbáljuk megvalósítani, és ne omoljunk össze, ha az elsőre nem sikerül. Majd akkor sikerül másodikra vagy harmadikra. Önnek milyen szakmai tervei vannak még a jövőre nézve? Nyilván vannak a Tóth professzorral közösen elkezdett könyv mellett konkrét témák is, de amit még szeretnék megcsinálni, és akinek ezt mondom, eddig úgy nézett rá, mint a hülyére, én szeretnék történelemből PhD fokozatot szerezni. Méghozzá Debrecenben, az egykori Alma Materembe. Nekem Debrecenben olyan kiváló történész oktatóim is voltak, harmad-negyed évben, akiknek úgy gondolom tartozom annyival, hogy megszerzem a történelemből a PhD fokozatot. Tehát én tőlük rengeteget tanultam. És nem csak tudományban, hanem mentalitást, emberi tartást, hogyan tartsunk órákat, hogyan bánjunk a hallgatókkal, ezt jelentős részben tőlük tanultam. És ennek többen is vannak. Tehát ha befogad a Debreceni Egyetem történettudományi doktoriskolája, akkor szeretnék még 70-es éveim első felében történelemből ott egy PhD fokozatot szerezni. Végül is történeti földrajz lesz, úgyhogy nincs olyan nagyon messze. Nem is titok, hogy mit akarok megírni, ugye Szentendre gazdaság és társadalma dualizmus korában. Mi további jó munkát kívánunk, és köszönjük szépen a beszélgetést. Köszönöm szépen.